Köszöntöm a Kölcsei Televízió kedves nézőit, Életvitel című műsorunkat látják. A mai műsor talán stílusosan úgy is kezdhetném, hogy egyszer volt, hol nem volt, hiszen így kezdődnek a népmesék, viszont itt ez most nem állja meg a helyét, hiszen arról is fogunk beszélni, ami lesz. Éppen mondjuk a népmese napja kapcsán, amit megtudtam, hogy ez nem csak a magyar népmesékre vonatkozik, hanem ez is egy olyan világnap, mint az olvasás világnapja, amely szeptember 8-ára datálódik. De ha már van az olvasásnak napja, akkor kitalálták, hogy legyen éjszakája is. Ha már a népmesének van napja, akkor annak legyen fesztiválja is. Így, hogy szeptemberben és októberben az országos könyvtári napok kapcsán ilyen fontos dátumok vannak előttünk, illetve már mögöttünk, arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a népmesékről, az olvasás fontosságáról, a meseolvasás fontosságáról, illetve, hogy itt ebben a megyében, illetve a megyeszékhelyen milyen programokat kínálnak nekünk például ezen események kapcsán a megyei könyvtár munkatársai, akiket nagy szeretettel köszöntök ennek a beszélgetésnek a keretében. Elsőként Tomaszowski Anitát, a megyei könyvtár első emberét, igazgatóját, és a gyermek részregről pedig Urai Melindát. Szervusztok! Én úgy gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azt gondolom, hogy az olvasás és az, hogy a gyermekeinknek mesét olvasunk, az egy nagyon fontos dolog. Ti erről biztos, hogy sokkal többet tudtok, meg akár a tudományos hátteréről is sokkal többet tudtok, de itt a könyvek között, amiket hoztatok magatokkal, például szerepel kimondottan a mesepszichológia a gyakorlatban címet viselő kiadvány, könyv is. Én először is azt szeretném megkérdezni, hogy egy könyvtárban, ahol ugye minden nap és minden perc az olvasásról szól, hogyan tudjátok felhívni még inkább a figyelmet az olvasás fontosságára, hiszen akik oda mennek, azok tudják. Azért mennek oda, mert éppen olvasni szeretnének. Hogyan lehet még több embert motiválni erre? Rengeteg programokat szervezünk kifejezetten az olvasás népszerűsítésére. Ahogy említetted, az olvasás napja, népmese napja és az országos könyvtár napok programsorozathoz is kapcsolódóan. Tehát ezekkel a népszerű programokkal hívjuk fel a figyelmeket már egészen kicsi korban az olvasásnak a fontosságára. Természetesen vannak rendszeres programjaink a gyermekkönyvtárunkban, ugye ez nagyon fontos részleg, hogy a olvasóvá nevelés már egészen pici korban elkezdődjön, tehát a kerekítő foglalkozás a baba angol és a legkisebbeknek szóló foglalkozáson keresztül juttatjuk el a szülőkön át az olvasásnak a szeretetét és a fontosságát, és ehhez kapcsolódóan szervezünk különböző népszerűsítési kampányokat, programokat, ilyen a szeptember 28-a népmese napja rendezvényünk. A nagy könyvtári rendezvényeinket tudjuk ugye kiemelni, ilyen volt nyáron, vagy kora késő tavasszal az ünnepi könyvét, és most októberben ugye országos kampány, az országos könyvtári napok. Ez kifejezetten a könyvtárakról szól, a könyvtáraknak a programjairól szól, hogy felhívjuk a figyelmet, mennyire fontos az olvasás, a könyveknek a szeretete, és rengeteg programot szervezünk megadott tematika alapján, ugye a családok éve is 2018, tehát kiemelten a családi rendezvényeinket vesszük ilyenkor, elő meglévő programjainkat hirdetjük meg, és természetesen ami ilyenkor hagyományos, az ingyenes beiratkozás, az Amnestia hét, hogy aki elfelejtette esetleg visszahozni a könyveket, most megteheti minden büntetés nélkül, és felhívni a figyelmet még további könyvtári szolgáltatásokra is, hiszen az olvasás mellett még rendkívül sokszínű és színes a könyvtári szolgáltatási palettánk. Ez a tudományos kutatástól kezdve és előadásokon át, konferenciákon
keresztül ismeretterjesztő előadásokon át a digitális világig, tényleg sokrétű. Erre hívjuk fel ebbe az egy hétbe a figyelmet, meghosszabbított, rendkívüli meghosszabbított nyitvatartással, és nem csak a megyeszékhelyen, a városban, a központi könyvtárunkban és hat fiók könyvtárunkban, hanem természetesen megyei hatókörű városi könyvtárként. Kiemelt feladatunk, hogy a megyében is ezeket a könyvtári szolgáltatásokat eljuttassuk, és a legkisebb településen is biztosítjuk a olvasáshoz és a könyvekhez való hozzájutást is. Hogyan válik, Melinda, olvasóvá valaki? A gyermekrészlegen ugye egy bizonyos korig az a jellemző, hogy akkor megy be egy kisgyerek, ha vagy az óvonéni oda vezeti a csoportot, vagy a tanítónéni oda viszi csoportosan a kicsiket, és aztán ez már a szülőkre van bízva, hogy mennyire tudják testközelbe hozni a gyereküknek a könyvtárat, hogy az egy milyen speciális világ. Mit tapasztaltok? Ez évtizedek óta egy ugyanolyan képet mutat, vagy most lehet valami más tendenciáról beszélni esetleg mostanában? Hát igyekszünk megszólítani a szülőket, tehát az igazgatónő a kerekítő programot és a ringató programot is említette, ami könyvtárunkban működik, már egész pici totyogók jönnek be a könyvtárba, és válogatnak a leporelló könyvek között, mert ez a természetrendje, hogy először a kis vastag könyveket megfogják, azonosulnak vele, találkoznak vele, és utána visszakívánkoznak. Tehát van olyan szülő, aki bejön, hogy hát a gyermekem mondta, hogy tényleg a könyvtár, hogy ide jöjjünk be. Tehát van olyan, hogy behozzák az iskolás tanítónénik, és a gyerek a következő alkalommal van olyan, hogy másnap azonnal jelentkezik, hogy ő kinézett egy könyvet, és ő beszeretne iratkozni. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a pedagógusokkal tartsuk a kapcsolatot, hogy megjelenjenek az óvodás csoportok, iskolák, mert ez egy vonzó erő utána, hogy ő megtalálta azt a könyvet, és az a könyv csak neki szól. Tehát az a fontos, hogy a gyerek a neki szóló könyvet találja meg. Mert 40 ezer példányból válogathat, tehát nagy a merítés csak a gyermekkönyvek között, és meg kell találni azt, ebben mi segítünk, tehát tájékozódunk, meg kell találjuk a hangot a szülőkkel és a gyerekekkel, hogy megismerjük, mert most ez a tendencia a könyvtárosok körében is, hogy egy mélyebb ismeretünk legyen a szülőkről, mert csak akkor tudunk megfelelő anyagot ajánlani számára. A népmesétől elkezdve, akár a legmodernebbekig. Hát ez egy nagyon klassz felvezetése az én következő kérdésemnek, hogy milyen szűrőt tud alkalmazni egy-egy könyvtár, mondjuk egy ilyen méretű könyvtár, mint itt a Móricz Zsigmond megyei könyvtár, hiszen kiadvány és színes, kincsszerű könyv rengeteg van a piacon. Én magam is tudom, a gyermekeim is sokat kaptak ajándékba, és mégis egy első átlapozás után soha nem kerül le a polcról. Annak biztosan van valami oka, nyilván, tehát én szülő esetleg a szövegezését nehezen tudom olvasni, esetleg nem úgy fordították, hogy az könnyen értelmezhető legyen, bár tele van gyönyörű képekkel. Tehát milyen szempontokat vesztek figyelembe, amikor mondjuk, mert ugye selejtezést mindig tartani kell, tehát mondjuk szabadon marad egy fél polc, akkor milyen szempontokat vesztek figyelembe, hogy azt újra feltöltsétek? Milyen könyveket kerestek a kicsiknek? Hát a megjelenő könyvek közül tudunk válogatni, tehát gond az, hogy például egy Heidit, ami korábban megjelent, és a nagyon sok példánya újra megjelenik, de nem a szerzőtől, hanem már modernebb változatban. Viszont a szülők most is az eredetiben találják meg azt, ami a gyerekhez valóban szól. Tehát próbáljuk az antikvár könyveket is újra kutatni a kollégáink a feldolgozó osztályból, illetve nekünk van egy kínálat, amiből mi válogathatunk. Nagyon odafigyelünk arra, hogy a korosztálynak szóljon, arra, hogy ha ismerjük már a szerzőt, akkor be tudjuk szerezni a következő kötetét,
mi is merítünk, tehát folyamatosan visszük haza a könyveket, olvassuk, gyerekeinknek olvassuk, és az olvasóktól is jönnek vissza a tapasztalatok, ami számunkra nagyon fontos, hogy ennek a korosztálynak melyik az a könyv, ami igazán kimagasló, megfelel. Van olyan, hogy nem is gondolnánk egy Ropi naplójára. Én nem tudtam volna elképzelni, hogy ez ekkora világsiker lesz, és Magyarországon is, hogy újonganak érte és rajonganak a gyerekek. Maradnék még mindig annál a témánál, hogy ugye hogyan jut el egy gyerek a könyvtárba. Én nekem mind a két gyermekemmel meg kellett azt tapasztalnom szerencsére, hogy mindkettő kérte, hogy olvasóvá válhasson, ugye a kicsi még előtte van. Viszont nekünk olyan szerencsés helyzetünk van, hogy a családban van könyvtáros is, igaz, hogy nem Nyíregyházán. Tehát összetett és színes, szép a dolog. Amikor már a gyerekben megfogalmazódik, hogy könyvtárlátogató, olvasó szeretne lenni. Most egy tapasztalatomat szeretném megosztani könyvtárlátogatóként, hogy sikerül egy olyan könyvet kikölcsönözni, ami nagyon megtetszik az embernek, és úgy gondolja, főleg egy meséskönyv nagyon jó példa rá, vagy egy verses kötet, amit az ember nem úgy olvas el, hogy elolvasom, vége a sztorinak és leteszem, hanem sokszor fel kell lapozni, sokszor ki kell nyitni. Nálunk ilyenkor az történik, hogy megpróbáljuk beszerezni. Még akkor is, hogyha most a könyvesboltokban azt nem lehet megkapni, akkor is elindulunk és megpróbáljuk beszerezni. Tapasztaltok ilyeneket, Melinda? A gyerekek hozzánőnek egy-egy könyvhöz, meg szeretnek annyira, hogy aztán kérik, hogy a szülő vegye meg nekik? Igen, meg az ellenkezőjét is, hogy megveszik az első részt, és utána a sorozat többi részét már úgy gondolják, hogy nem veszik meg, hanem a könyvtárból kölcsönzik, mert hogy a gyerek kinő majd egy idő után ezekből a könyvekből, és hát tapasztaljuk, hogy a házban nem tudunk végtelenségig tárolni akár könyveket sem. Tehát ez a mai világnak a velejárója, hogy korábban nagyszüleink, szüleink gyűjtötték a könyveket, most pedig nem mindenki tudja ezt megtenni, hogy tele legyen a polca csak könyvekkel, bár a könyves környezet vezet rá arra a gyereket, hogy a könyvet a kezébe vegye. Tehát nagyszüleim is a Lévai lexikont a kezünkbe engedték, hogy vegyük, és együtt lapozgathattuk. De a mai megjelent kiadványok, már úgy érezzük, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a következő generációnak megadják azt az élményt, mint ahogy egy mai gyerek is már egy Verne Gyulát nem feltétlenül vesz le a polcról. Van egy réteg gyerek, aki hajlandó, és igen, azt mondja, hogy neki ez a 80 nap alatt a föld körül például most a könyvfalóban szerepelt a könyvtárban. 12 könyv volt megadva, ami lehetőség volt, hogy elolvassák a gyerekek a nyár folyamán, és választottunk régi írókönyveit, illetve modern írókat. Van, aki nagyon-nagyon pozitív tapasztalattal jött, hogy neki nagyon tetszett, és vannak olyanok, akik nagyon ragaszkodnak a modernhez. Ezért próbáltuk mi a középutat, hogy mind a két korszakot megismerhessék a gyerekek. És igen, vannak gyerekek, akik nagyon ragaszkodnak a könyveikhez, meg bejönnek hozzánk és közlik, hogy nekik ez megvan, amikor ajánlunk egy könyvet, hát akkor igyekszünk egy másik típusú könyvet felajánlani. Mindjárt folytatjuk a meseolvasás fontosságával, de előtte Anitától szeretném kérdezni, mivel tudom, hogy hoztál pár adatot, hogy talán azt is meg tudjuk mondani, hogy hány gyermekbeiratkozója van a megyei könyvtárnak, és mondjuk ez milyen irányba mutatott változást az elmúlt évek tekintetében. Tehát jelenleg fél éves adatot tudok mondani, 2018. július 30-ai adatok alapján majdnem 2714 év alatti gyerek beiratkozónk van, és 11.317 összesen, ami azt jelenti, hogy 2015 év végéhez képest ez 30%-os emelkedés jelent összességében. Természetesen a gyermek beiratkozók száma is arányosan növekszik, minden évben egyre több gyermek lesz beiratkozott olvasó és rendszeres könyvtárhasználó. Hát ehhez hozzájárul az, amit kolléganő elmondott, hogy egy könyvtárosnak tájékozottnak kell lenni, ismernie kell a gyermekirodalmat, a modern irodalmat, a kortárs gyermekirodalmat, és természetesen a régebbi irodalmat is, és ezek mentén figyelemmel kell kísérni az olvasó igényeket,
és úgy kell gyarapítanunk, és a könyvvásárlást úgy alakítjuk, hogy minden célcsoportnak meg tudjunk felelni. Úgyhogy el tudjuk mondani, hogy kedvelt az olvasás, annak ellenére, hogy a digitális világban nőnek fel már ezek a gyerekek, tehát a Z és Alfa generáció, de pont azért vannak a könyvtárak és azért vannak a könyvtárosok, hogy olyan könyvtári környezetben, könyves környezetben élményszerű programokat tudjunk nyújtani a gyerekeknek, hogy valami megragadja őket, és a könyveket elővegyék. És természetesen azért van a könyvtár, hogy aki nem teheti meg, hogy otthonra megvásároljon több kötetet, akkor nálunk a Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtárban 500 ezer dokumentum közül tud válogatni, és nem szükséges megvenni. Természetesen, hogy vannak gyerekek, akik ragaszkodnak bizonyos könyvekhez, és azt szívesen hazaviszik, vagy szeretnék, hogy otthon meglegyen. Nekem is van ilyen példám, ugye nekem egy lassan 6 éves keresztfiam van, és én viszem neki rendszeresen a különböző típusú könyveket, most már ismeretterjesztő könyveknél tartunk, és vásárolok is neki rendszeresen könyveket. És mindig megkérdezi, hogy akkor ez most az övé, és itt otthon marad, vagy vissza kell vinni a könyvtárba. De ezeket megtanulják egészen kicsi korban, és megértik, hogy mi a könyvtár szerepe, és hogy azt kölcsönözték, és otthon ez megjelenik, és eljátszák a könyvtáros szerepet, és úgy gondoljuk, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe belenevelődjenek, hogy rászokjanak a könyvtárba járásba, és a könyvtárosok mellett elsősorban ugye a család a főszereplő, és a pedagógusok, akik behozzák a könyvtárba a gyermekeket, és ott már mi tudjuk irányítani őket egy kicsit, és a megfelelő irodalomhoz elvezetni őket. Közben az fogalmazódott meg bennem, hogy ezek a százalékos adatok, illetve számbéli adatok nyilván azoknak köszönhetően módosulnak ebbe az irányba, amiket felsoroltál, hogy mi mindenre figyeltek, tehát folyamatosan ugye szélesítitek a kereteket, akár állomány tekintetében, akár maguk a könyvtáros szakemberek képzése, vagy kicsit másképp gondolkodása tekintetében. Az is eszembe jutott, hogy egy kisgyermek, egy gyermek miáltal szeretheti meg az olvasást. Egyáltalán ez a fogalom hogyan válhat fontossá számára. Óvodába ugye az óvonénik olvasnak mesét elalvás előtt. Jó esetben a szülő is olvas mesét este. Én nagyon fontosnak tartom ezt. Tehát ez egy idő után, ha ez rendszeres, a gyereknek igényévé válik, és kéri is. De lehet, hogy olvasni látja a szüleit a gyerek, és ez is kíváncsivá teszi, hogy vajon mit olvas, vagy mit tapasztaltok? Tehát amikor, most kimondottan a meseolvasásra szeretném egy picit terelni a szót, amikor esti meseolvasáshoz keresnek, nem gyerekek, azt nem ők keresik, a felnőttek könyvet, akkor mire figyelnek leginkább? Hogy tudtok segíteni? Hát annyiféle mesés könyv van, Melinda. Hát a népmesékre felhívjuk a szülők figyelmét, mert nagyon sokan elfordulnak a modern mese felé. De a népmese az, ami az egész világunkat, a környező világunkat jelenti, tehát ebben növünk fel, tehát az őseink ebben nőttek fel, a tradicionális magyar népmesében, ami a keresztény világrendet tükrözi. És a gyerekeknek ez egy erkölcsi alapot ad. Tehát az ő számukra a játék és a mese az egy óvodáskorú gyerek számára, ami a világot megismerteti vele. És az óvodásoknak a mese nélkül, tehát hogy digitális alapon lefekszik, és csak a televíziót, a kék fényeket látja, tehát e-bookot vagy laptop fényét,
felmérések szerint kutatók azt látták, hogy sokkal nyugtalanabb éjszakái vannak annak a gyereknek, aki egy mesére, tévés mesére vagy képernyős mesére alszik el, illetve annak, akinek minden este mesélnek, vagy igyekeznek a szülők minden este. Hát Vekerdi Tamás arra is felhívja a figyelmet, hogy aki esetleg kimarad egy meséből egy hónapban egyszer-kétszer, azért az a szülő ne érezze magát rossz szülőnek, mert egy este nem tudott mesét mondani. De nagyon fontos, hogy megismerkedjen az alapokkal, mert ezekben az egész jelkép világunk, az egész rejtett kincsünk benne van. És a gyerekek még ma is tudják ezt értelmezni, amit mi már felnőttek elfelejtettünk. Egy meseolvasás folyamata nyilván, ami évekig tart. Én azt is észrevettem már, hogy miközben a kisebb gyermekemnek olvastam, a nagyobb egy nyitott ajtónak köszönhetően leült a szomszéd helyiségbe, és végighallgatta ugyanúgy, amit mondjuk 15 évvel ezelőtt neki olvastam. Tehát a tanulás folyamatát nyilván magában rejti. Tehát az interpersonális kapcsolatokról már nem is beszélek, meg a szociálpszichológiai vonatkozásáról mindennek. Ugye vannak olyan picit idegesítő meseolvasós esték, amikor mondatonként kell megállni. Hogy na az a szó, az micsoda, és az a másik szó. És akkor már régen már témát váltottunk, és akkor előről kell kezdeni a mesét, mert ugye a fonalat elveszítettük. Tehát vannak olyan esték, amikor akár ötször is neki kell indulni ugyanannak a mesének. Ennek a utókövetéséről mit mondhatunk el, mit mutatnak ki olyan jellegű kutatások, amelyek kimondottan fókuszálnak a rendszeres meseolvasásra? Tudtok valami ilyesmiről beszámolni? Hát, rengeteg tanulmány vizsgálta, tehát hogy a meseolvasásnak milyen hozadéka van. A említett Vekerdi Tamásnak több könyve szól, és tanulmánya szól ugye erről, hogy egy gyermeknek rendszeres meseolvasás mennyire fontos, hogy a szókincsét bővíti, a képzelet erejét, tehát hogy ez rendkívül fontos, és a rendszeres meseolvasás ugye elsősorban a szülőnek a feladata. A szülő tudja bevinni a könyvtárban is, és ott utána a meglévő gyermekkönyvekből mi könyvtárosok már tudunk speciális könyveket ajánlani, és valóban a népmese az, amiben a régi múltunkat, a hagyományt meg tudják ismerni a gyermekek. Tehát vannak tanulmányok, amelyek kifejezetten erről szólnak, szeretnénk is majd a jövőben meghívni ilyen előadókat, hogy konkrétan ezekről beszéljenek szülőknek, pedagógusoknak, hogy ismerjük meg ennek a lélektani és pedagógiai vonzatát is, hogy mi játszódik le egy gyermekben mese hallgatás közben. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy milyen életkorban milyen mese javasolt, hogyan olvassunk. Ugye azt is mondják, hogy a kis gyerekek szeretik, hogyha nem olvassuk a mesét, hanem mondjuk a mesét, akár hogyha nem tudjuk szöveghíven ugye elmondani a mesét, de próbáljuk meg a saját szavainkkal elmesélni, mert az valahogy a gyerekek képzeletét jobban megragadja, jobban megmozgatja, valahogy megvan a szemkontaktus, akkor közvetlenebb, igen. Tehát, hogy azt már meggyőződésből mondjuk, lehet, hogy az is benne van, hogy nem ragaszkodunk a könyvhöz, alaphoz, hanem már egy kicsit el tudunk vonatkoztatni. Mi a helyzet azokkal a felnőttekkel, akik benne ragadtak a mesék világában, és ugye ez egyáltalán nem pejoratív, benne maradnak a mesemondók a mesék világába, benne maradnak azok, akik írnak újabb és újabb meséket, de azok is, akik olvasni szeretik ezeket. Hát, ha arra gondolok, hogy a fantazi szerű történetek, azok is mind valahol mesék. Sokan vannak ilyen felnőttek? Vagy például a gyerekrészlegre mennek úgy felnőttek, hogy maguknak mesekönyvet kölcsönözni, Melinda? Igen, jönnek kölcsönözni, és felevelnítik nagyon sokszor, amit még gyermekkorukban hallottak. Tehát akkor valószínű, hogy a raktárba kell lemenjünk, amikor egy idősebb nagypapa például bejön, hogy ő ezt az unokájának szeretne egy Móra Ferenc mesét elmondani, amit ma már nem túl gyakran mondanak a szülők a gyerekeiknek. És akkor nagy örömmel
újra, ha megtaláljuk azt a könyvet, és még az a kiadás is, amit ő annak idején egy olvasott. Egy idegő király például. Igen. Akkor egy nagyon nagy boldogságot érzünk az olvasó arcán, hogy ő ezt el tudja az unokájának is mondani. De vannak olyanok, ilyen, akik. Egyébként több a felnőtt látogatónk, mint a gyerek, tehát több szülő jön be, több nagyszülő, mint gyerek, mert hogy az iskola miatt, tehát ő csak délután, meg hétvégén, hát hétvégén nagy a látogatottságunk szombati napokon. Meg igyekszünk, tehát vannak még külön klubfoglalkozásaink, ami a mesével, regényekkel, már a nagyobbaknak a Cseperedő Meseklubot vezetjük, a kolléganőm pedig a Cimbora gyermekek számára könyveket ajánlanak, tehát minden hónapban összejövünk egyszer, és akkor kitalálunk egy programot. De ez nem azt jelenti, hogy az óvodáskorúak csak egész nap mesével foglalkozunk, és egy órán keresztül csak ülnek itt, mondókázástól elkezdve éneklésen keresztül, népi játékokat. Hát interaktívvá tudjátok tenni a mesére alapozva azt a találkozást. És még egy kis kézműves is, ami kapcsolódik a meséhez, azt mindig. Én gondolom, hogy napi szintű az, hogy gyermekcsoportok érkeznek a könyvtárba, tehát rendesen egyeztetni, újraegyeztetni kell az intézményekkel, nevelő és oktató intézményekkel ez ügyben, hiszen azért elég sok gyermek van itt szerencsére Nyíregyházán. Az utolsó kérdés mindkettőtökhöz szól, és nagyon röviden lehet rá válaszolni. Anita, kiskereszt fiadnak legutóbb mit vittél ki a könyvtárból, milyen kötetet? Most őt az emberi test érdekli, és az étkezéssel kapcsolatos dolgok, hogy mit tegyünk. Mi az egészséges, amit meg kell lennie egy 5-6 éves gyermeknek, tehát a gyümölcs, zöldség, mert az evés a körülmény és vannak. És ez olyan formátumban van, hogy az... Nagyon érdekes könyv, tehát, hogy mutatja ugye az emésztésnek az útját, hogy amit megeszik, és ugye a fontos azzal kezdődik, hogy mondd meg, mit teszel, és megmondom, hogy ki vagy. Uh-huh. És úgy elmentén kezdtük el az olvasást, és nagyon lekötötte, aminek nagyon örültem. Köszönöm szépen. Melinda, ti most a könyvtárból jöttetek át, ugye? Tehát dolgoztatok. Meg tudnád mondani azt az egy-két könyvet, amit az utóbbi időben kölcsönöztek ki, mondjuk általad, akár ma vagy tegnap? Gondolkodnom kell, tudom, mire hogy ma le kellett menjek a tegnap a Helytit nagyon keresték, tehát ez egy nagyon keresett könyv lett. Ma pedig a Kincskereső kisködmön volt az, amitért bejöttek és tőlem kérték. Tehát a régebbi irodalmat vették ma ebben a pillanatban ki, de folyamatosan keresik a legmodernebbeket, és nagyon szeretik a nyitogatható ismeretterjesztő könyveket, mert az is egy sláger a könyvtárban. És ha már alapvetően a mesék és meseolvasás is volt itt a kiinduló pontunk, egy-egy mesés könyvnek a címét hadd kérjem már tőletek, egyet-egyet ajánljatok a kedves nézőknek. Nekem a Mátyás király mesék a kedvenceim, a magyar népmesék közül pedig a Show című mese. Melinda? Gondolkodom, a Bűbályos lakat volt gyermekkoromban is, és a gyerekeimnek is nagyon szeretem Berze Nagy Jánostól mesélni a Bűbályos lakat meséjét. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttetek, és kitartó, hasznos, tevékeny munkát kívánok a jövőre nézve is nektek ebben a tekintetben. Köszönöm. Kedves nézőink, remélem, hogy önök is hasznosnak érezték ezt a félórás beszélgetést, olvassanak sokat önmaguk kedvére és gyermekeik kedvére is. Viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.